Johnny a Malibu-i napfényben. Gyerünk! 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 Eljött végre a vakáció! De várjatok! Ez még csak az első óra vége volt! Kit érdekel? Gyerünk orgászni! Mondd el, kis kutyám, mi lesz az első dolgom? Arra gondoltam, hogy végigbiciklizhetnénk Európát, és közben javíthatnánk a szókincseden. Hogy mi? Tessék, mit jelent a nüansz szerinted? Haver, napot akarok, bulit akarok, lerohanni a partra és meglavagolni az óriási Vinci hullámokat. Nüansz, gyerünk, mit jelenthet? Oké, engem nem érdekel a strandos buri. Csak azt nem mondd, hogy félsz az óceántól. Ez bonyolultabb. Tudod, Johnny, régebben életmentő kutya voltam. Nem biztos, hogy tudni akarom. Az másfajta élet volt, Johnny. Fiatal voltam, és szerelmes. Ez a sztori hosszú lesz. Oda mehetünk, építek homokvárat, de nem megyek be a vízbe. Legyen, de menjünk már a strandra. Itt állj meg, Johnny, teszt. Nem mész sehova, amíg be nem kented magad naptejjel. Igen, anya napteje. És... Szóval így akarsz játszani? De soha nem menekülhetsz fényvédő anyád UV-szűrő erejétől. Orgbeli strand. Hol vannak a hullámok? Szörfös, Johnny tesó, attól félek az álmom, hogy egy hullám elvíz egészen Ausztráliáig, nem ma válik valóra. De ugye tudod, hogy nem szörfözhetsz Ausztráliáig? Egy nap, majd megtalál a saját hullámom. Szép homokvár! Igazából ez egy homokkúria, és bent leszek a víztől távol, ha szükséged lenne rám. Büdi nincs itt. Se hullámok, se kutya, aki a vízben játszana velem. A laborba! Hello, nagyszerű és csodálatos nővérkém, hullámokat kellene gyártanotok. Világrengető hullámokat. Olyanokat, amin ellomagolhatok egészen Ausztráliáig. Mit szóltok? Johnny, nem sokára feltalálunk egy alternatív energiaforrást, ami olyan bőséges, képes visszafordítani a globális felmelegedést és békét hoz a világnak. Akkor ki mondja meg a szomszéd Gilnek, aki éppen a parton póló nélkül imádkozik a hullámokért, hogy nem szörfözhet? Gil a strandon van! Mondom, póló nélkül. Ez várhat. És készíthetnétek nekem egy új szörföt is, olyat, amitől szuper szörfös leszek, mert most jöttem rá, hogy igazából nem is tudok szörfözni. Hány finest szeretnél? Johnny Test! Itt az ideje! A napvédelemnek! Szuper a szerkod, anya! De soha nem kapsz el, mert a naptej hideg és undorító! Mi van ezzel a sok csapóajtóval a házban? A járatunk pár több millió gallon víz olyan hullámot alakíthat ki, amilyet csak szeretnél. És ezek a speciális műholdas kamerák mutatják a körülményeket, és a mi speciális GPS-ünk a gír pozícionáló szisztéma mutatja a póló nélküli gírt a szomszédból. És az én extravagáns önműködő szörfdeszkám. Imádom a délis nővérkéket és a szörfözés és a nyári vakációt. Te! Ideje meglovagolni a hullámokat! Ezt mindenki úgy hívja. Egy szép nap. Ezt pedig úgy hívják. 50 faktor! Egek, a fiam szuper jó. Mi erről rejtőzködsz? Gyere, a hullámok csodálatosak és egek, ez a hely lenyűgöző. Ő is az volt, Johnny. Úgy hívták Beatrice. Egy napon a partra sodródott. Úgy mentettem meg, hogy visszanyomtam a szörfel. Ő meg belém szeretett. Nagyon. De rosszul végződött. Én egy kutya vagyok, ő meg egy óriási ámrás cet, tudod? Szóval egy homokvárban bujkálsz, hogy nehogy rátaláljon az óriási cet hal. Ez egy homokkúria! Amit most újra kell építenem. Mondtam, hogy gigantikus hullámok vannak, és ez lesz a valaha volt legjobb nyarunk. Indulj haza, picsogó! Ezek a mi hullámaink és a mi strandunk! Igen! Mondd meg neki, holtsugár!
A strand és a hullámok mindenkié? Nem, itt csak a helyieké. És én mondom, csak mi vagyunk itt helyiek. Helyiek? Hold sugár? Mióta lett ez egy 60-as évekbeli strandfilm? Amióta feltettük ezt a lemezt. Most pedig gyertek, barátaim! Üljük meg azokat a nagy és finom hullámokat! Ó, fogalma sincs, hogy kivel kezdett, igaz? Szóval nagy hullámot akarsz, hangyás hold, akkor már jöhet is! Johnny, figyelj rá, hogy ne tekert túl a közepesen a hullámgenerátor! Ez lenne a közepes! Johnny, egészen a szökőára tekerted! Nem, inkább a ne is törődj vele, Johnnyra tekertem! Mert az jelenti a szökőárt! Miért hallok riasztást? A riasztó jobban megijeszti Büdit, mint a Cet szerelme! De a fickó bunkó volt, eltörte a deszkámat, és ezt ki nem hagynám! Figyelj, fura hajú haver! Miért nem vagy a vízben? Elgondolkodtam, és igazad van! A part mindenki, és tényleg a hullámok is! Szóval, mit mondasz, picsogó? Megülhetnénk őket együtt? Szereted a szikszalagot, ugye? Igen, ez csak kis probléma, de az ott, inkább nagy. Ezt túlreagáltam, szóval kapcsoljátok le a szökőárat, mielőtt elsodorja a szörvös haverokat, és elmossa a Porkbeli strandot örökre! Johnny, ha egy áramlat elindult, nem lehet lekapcsolni! És Gil odakint van! Tudtam, hogy egy nap eljön az én nagy hullámom! Ez tényleg nagy? Egy kicsit túl nagy? Segítség! Meg kell mentenünk a strandot és Gilt, és a nyarat! Johnny Test! Ideje, hogy... A szökőárat próbálja megállítani! Johnny, gyorsan! Használd az önműködő szörfdeszkát és ments meg Gilt! Rendben! Jaj, ne! Biztos nem tudtok segíteni a hullám megállításában? Egy szupererős örvény visszairányítaná az áramlatot az óceánba. De hol találhatnánk egy óriási ámbrászett halat, aki örvényt okozna? Nem, én nem. De muszáj! Azonnal dobd fel a piros mentőgatyádat és hívd Beatrice, Büdi! Ki az a Beatrice? Sokkal tartozol nekem. Ovi-vú! Ovi-vú! Nincs időnk duncsizni, édesem. Kavarj egy óriási örvényt! Nekem! Megbeszélhetjük ezt később? Valaki segítsen! Jól van, igen, jöhetsz. Most menj! Mibe egyeztél bele? Majd rájössz. Mondom, segítség! Egyébként hihetetlen hullámverő masinát gyártottatok. Húzz tovább, édesem! Hívnunk kéne a parti őrséget? Hagyjuk szörfözni, úgy tűnik jól érzi magát. És holnap mind visszajöhetünk, és tovább élvezhetjük a nyári mókát. Ez fáj. Akkor legközelebb talán majd hallgat fényvédő anyádra. Igen, megígérem. Johnny, mi volt ez? És valaki elmondaná nekem, hogy miért van egy Cet hal a medencénkben? Lányok! Lányok! Beleegyeztem, hogy közelebb lakjon hozzám, ideglenesen. Szóval Gil jól van? Biztonsággal állítjuk, öcskös. Megadtad neki a hullámot, amire egész életében várt. Ha-hú!
Üdv Ausztráliában, haver! Kenguruk! Ez lesz életem legjobb nyara! Au! Amint elmúlik a leégésem! Újra Johnny! Két gombóca mindenből édes töltsébe forró öntett elő, és plusz töltsérekkel! Mit szólnál két adag bosszúhoz inkább, Johnny, te? Megvan, megvan! És megvan a bosszú! Te vagy a fogó! Ez a bosszú! Most megvagy! Nem élhetem így le az életemet! Nekem pedig belefáradt a karom a kivágásba! A laborba! Johnny, annyit kell tenned, hogy belépsz az átalakítóba, kiválasztod a kinézetet, amit szeretnél! Okos, sikkes, elbűvölő, gót, egy új külsőt kapsz, mi pedig megkapjuk Kilt a szomszédból. De engem nem érdekel az a buta átalakító masina, és szükségem van valamire, amivel megállítom fagyasztó fejbosszúját. Rendben, kikísérletezünk egy termárnukleáris alsóruházatot, minusz 100 fokig elbírja viselni a hideget, és bármilyen fagyasztó fejféle bosszút. Nagyszerű! Előbb teszteljem le az átalakító masinát. Szerintem nem jól működött. Menj vissza, Johnny! Fertelmes és fekete! Menj vissza az elbűvölőre! A gótbeállítás működik, de én nem akarok gótot, legyen elbűvölő! Én pedig le akarom állítani fagyasztófej bosszú hadjáratát később! 3, 2, 1 Hello, Johnny Test! Milyen jég újra látni téged! Hé, mi történt? Csak nekem van melegem, vagy itt meleg van? De itt nagyon hidegnek kell lennie! Nem mondd ki, Johnny! Ne! Ne! Nem mondd ki! Jól vagy, haver? Magányos vagyok. Mondtam, hogy nem mondd ki! Nem voltam mindig gonosz, olyan voltam, mint te, Johnny. Egy kölyök, aki kávézót akart üzemeltetni az egyetemen, ahol egy jazz trió játszott volna, és az egyetemre járók elvihető jeges kávéitalokat kaptak volna. Aha, szép, ugorjunk ahhoz a részhez, ahol bekattantál. Az egy gyönyörű tavaszi napon történt. Emlékszem, egy hab nélküli teljes kávét kért. Tökéletes volt. És mi történt? Megkérdeztem, hogy eljön-e velem egy jazzkoncertre este, de azt mondta, hogy elfoglalt, ezért elvesztettem. Én pedig megesküdtem, hogy örökké rideg szívű leszek, és a füstölgő jéggel pusztítom, mint fagyasztó fej. Gondoltál már arra, hogy túlreagáltad? Átfutott az agyamon. A kép összeállt. Annyi a dolgunk, hogy találjunk neked egy másik különleges lányt, randízz vele, és akkor abba hagyod az én lefagyasztásomat. Meg tudod ezt tenni, Johnny? Abba hagyom a fagyasztást. Igen, igen. A laborba. Oké, elég a lökdösésből. Mi az a hely szerintem? Szerelmet kell találnom fagyasztófejnek, szóval alakítsátok át pszichonővérek. A gótformára van beragadva. Az is jó lesz, vagyis ugye láttátok, nem volt sok látnivaló. Ezt hallottam. Hát,
Hát nem is tudom, Johnny. Figyelj rám, ruha teszi az embert. A fogyasztó szerkod és sisakod ijesztő, és nem pedig divatos, de ez a cucc azt mondja, hogy én nem fogyasztok, és nem ijeszgetek, úgyhogy menjünk az egyetemre, és törjünk be a piacra. Mi van? Úgy látszik, a gót inkább hasonlít egy vámpírra. Talán magasabb feszültség kell hozzá. Még mindig a gótnál maradt. Talán adjatok akkor más párkeresési tanácsot. Ti lányok vagytok, és mi semmit sem tudunk a furcsa fajotokról. Szeretjük az őszinteséget. Mingo, a szép lány olvas. És szereti a kávét. Tökéletes. És ezen azt értem, bárki jól jönne. Menj oda hozzá, és légy nagyon őszinte. Szia! Magányos vagyok és ideges, és eddig börtönben voltam, mert le akartam fagyasztani porkbelit. Szerintem kissé túl őszinte volt. Próbáljátok ki a netrandit! Jól van, csak ki kell töltenünk ezt a kérdőívet, és már is szerelemfalván leszel. Tehát milyen hobbid van? Az emberek fagyasztása és basszúállás. Sütés, főzés és tenisz. Aztán mit vársz az első randin? Egy forró lányt, aki imádja a jeges kávét. Valakit, akivel beszélgethetek a strandon és egész éjjel is. Tökéletes, most szerzünk egy képet egy csinos fiúról a netről, és a profilodhoz adjuk. Ó, jégcsillag, csodás vagyok! Most nézzük, ki illik hozzád? Ott ő lesz, az a fagyosan csinos kávéimádó 239. Ó, kávéimádó 239, alig várom, hogy találkozzunk. Én vagyok kávéimádó 239. Csókolj meg gyorsan! Tényleg segítesz neki randizni, vagy csak bosszút állsz? Talán egy kicsit mindkettő. Ha találnánk egy hordozható részecske ágyreaktort uránium-dioxid gömbökkel töltve, talán működésbe lépne az elbűvölő mód is. Jól van, és miért nem húzzuk csak simán elő? Túlságosan feltűnőek voltunk. Adjátok! Johnny, a lányok bonyolultak, de millió van belőlük odakint. Ami azt jelenti, hogy nem kell félned. Hívj el egy csomót, és valamelyik csak igen fog mondani, nem? Jól van! Ne fedd, ne félj, ne ijedj el, és találd meg az igazit! Hello, hölgyeim! Valakinek van kedve egy forró baráttal hűsölni? Szörnyű párkeresők vagyunk! Végem van! Szerintem fagyasztófej lassan feladja a randizást, és visszatér inkább a bosszú álláshoz. Igen, már nekem is az eszembe jutott. Johnny Test! Elég volt a randikból, és most ideje, hogy te találkozz a bosszummal! Itt a mega fagyasztófej! Mi a csuda ez a mega fagyasztófej? Ne kérdezz butaságot! Nagyon hideg, érted? Megszegem bele a próbaidőmet, de azt már a hordozható részecske reaktor uránium-dioxid gömbökkel töltve is megtette! Most jut eszembe, hogy nincs rajtam a termonukleáris alsó ruhám. Futás! Ezúttal nem menekülhetsz a bosszum előtt, Johnny! Fagyasztófej felrobbant minket! Visszaküld a jégkorszakba valami hordozható ágyreaktor jéggömbökkel! Azt mondtad, hordozható reaktor? Igen, miért szükség van rá? Azt gondoltuk, az helyrehozná az átalakító masinánkat. Jégre lesz szükségem! A fagyasztósugaram nem tudja betörni az ajtót! A mega agy fagyasztóm simán lerombolja! Onnan van jegetek! Egy forró álmodozó fagyasztó jöjjön ki! Akkor lássuk, mit tesz egy kis extra erő az elbűvölő módhoz! Hé, én érzem csak, vagy tényleg forróság van itt? Talán kicsi messzire mentünk, mit gondoltok? Igen, ebből kicsit visszavehetnénk.
Hé, ne lökdösödjetek, hölgyek! Rengeteg kávém van, és persze, én is itt vagyok. Boldog vagyok. Fagyasztó fejszíve felmelegedett, és engem sem fagyaszt le többé. És mint az a kávé két cukorral, az élet újra édes. Ahogy a bosszú is, Johnny Test! Jaj, kérlek, tényleg bosszút akarsz állni, vagy csak magányos vagy? Magányos vagyok? Akkor kezdjük előről.